Tisztelt polgármester úr, mi minden történt a héten? A héten a legfontosabb esemény az talán az volt, hogy elindult az iskolai év. Mind a iskolákban, az óvodákban is, bár óvodá nyáron is van azért, de az iskolában elindult az iskolai év. Kivételesen szeptember 1-én. Igen, ilyen régen volt, hogy pont szeptember 1-én indul, nem tudom, mennyire örültek, a gyerekek, vagy mennyire sem. Az időjárás kedvezett az iskola kezdésnek, mert nem volt verőfényes napsütés, így a gyerekek nem vágytak nagyon hazafelé, vagy még a nyári élményekre, hanem inkább azért talán tudtak koncentrálni a tanárra. Idén a Szent Györgyi Albert suliban volt a hivatalos önkormányzati tanévnyitó. Ott is elmondtam, meg elmondtuk a tankerületi igazgatóval együtt, hogy ahogy a 16. kerületben már megszokták, ugye nálunk ingyen van a tankönyv, hogy az állam most már kezd minket beírni lassan, mert most már az első-második osztályt, meg az ötödik-hatodik osztályt ingyen adja, de a kerületi önkormányzat a többieknek is ingyen adja a tankönyvet. Ugye ezért se kell fizetni, ugye most újdonság tavaly előtt óta megy, és most idén is megy tovább az úszásoktatás. Ugye minden harmadikos ingyen tanulhat meg úszni a kerületi úszodákba, tehát a szülőknek ezért nem kell fizetni. Most annyi különbség van, hogy még a hatodik osztály is bekerült a tankerületnek a támogatásával. Úgyhogy most a harmadik és hatodikosok ingyen tanulnak meg úszni a kerületi úszodákba, legalábbis a szülőknek nem kerül pénzbe, ugye nyilván az önkormányzatnak meg a tankerületnek azért pénzbe kerül ez. Ingyen tanulnak meg úszni, megint újdonság, hogy megint emelkedett a pedagógusok bére, de hát ez most már ilyen megszokás, hogy minden szeptemberben, minden januárban emelkedik a bérük. Most talán egy másfél éve van ez így. Ugye, de egyébként azt tudtam elmondani, hogy ugyanarra számíthatnak, amire eddig is, hogy nyugodt kiegyensúlyozott légkörben lehet dolgozni. Elkészült a, ha már így tanévkezdés, elkészült a Batthyány Ilona iskolának a felújítása. Ott majd külön szervezünk egy átadó ünnepséget, mert ugye a hivatalos tanévnyitókat azt úgy szervezzük, hogy minden település részre jussunk, és akkor van egy ilyen sorrend, hogy melyik település része, így került most a Szent Györgyi a képben, meg hát különben is azért ez megér egy nagyobb ünnepséget, mert hát ennyit még soha nem költöttünk iskolára, mint amennyit a Batthyány sulira. Ugye 444 milliót költöttünk 3 év alatt, abból a tavalyi meg az idei volt a legnagyobb kiadás, ugye 200-200 millió körüli összeggel. Hát de szinte új iskolát kaptak a gyerekek, meg a pedagógusok. Igen, én is ezt mondom, igazgatóasszonynak is mondtam, hogy megismeri még az épületet, ahol egyébként járt. De nagyon köszönjük, tényleg teljesen új lett az udvar is, szép minden. Jól érzik magukat legalábbis az első visszajelzések alapján. Jövőre megint egy nagyobb fába vágnánk a fejszénket, ugye 100 éves lesz a Kölcsei iskola, és annak a felújítását tervezzük úgy, hogy nem csak felújítást, hanem hozzáépítést. Ugye ott nagyon jó a sportéletelem, mert nagyon kicsi a tornaterem. Úgyhogy egy nagyobb méretű tornatermet fogunk építeni oda, a épülethez is hozzáépítünk, az U-alakú szájnak a rövidebb szárát meg fogjuk toldani. Meg azért, ha már 100 éves lesz az épület, akkor magát az épületet is egy kicsit kicsonyosítjuk. Úgyhogy mondtam, hogy elmentem a Kölcseire és tanévnyitóra azzal, hogy türelmet kérem mindenkinek majd ebbe az évbe. Mert várhatóan ma májusban elkezdődik a beruházás. Persze, ha minden jól megy, meg lesz időben az engedély, közbeszerzésen lesz pályázó, nem támadják meg a közbeszerzést, ami ilyenkor szokott lenni probléma esetleg. Akkor májusban elkezdődhet az építkezés, és akkor talán szeptember végére be is fejeződhet, mert ez egy még nagyobb, ennél is nagyobb beruházás lesz, mint ami itt most volt. És ugye ott a Batthyány suliba 2 év alatt csináltuk, meg itt 1 év alatt próbálnánk megoldani. A műszakiak azt mondják, hogy ne akarjon lehetetlen polgármester úr, én megmondom mindig, hogy hát nincs lehetetlenség, csak tehetetlenség, úgyhogy tessék kicsit összeszedni, úgyhogy még én vitában vagyok itt a műszakiak, hogy mit lehet, mit nem, de szerintem megoldható ez. Aztán tanévkezdésen kívül ugye volt még múlt héten, indult egy másik dolog, ami megint újdonság a kerületben, ez a LIMO nevű dolog, ez a Ligeti mozinak a rövidítése, az Erzsébet Ligetben hát milyen szabadtéri mozi, nem autós, hanem csak simán gyalogos, de szabadtéri mozi vetítés volt. A első vetítése az indul a Bakterház volt, nagyon jó volt. Az Erzsébet-ligeti Színház meg az Ötfalu Egyesület szervezte ezt közösen. Szerintem egy 200-250 ember biztos nézte az indul a Bakterházat, és szeptember 13-án, ha jól emlékszem, akkor lesz a következő, a Sose halunk meg című filmet fogják vetíteni. Természetesen ez ingyenes, tehát bárki oda mehet, remélhetőleg olyan jó idő lesz, mint most, és nem kell nagy kabátba ülni, de jó hangulat volt is, lehetett kis enni, inni, valót venni mellette, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon barátságos, jó hangulat volt.
Aztán ezen kívül még hétfőn volt megemlékezés, ugye szeptember 1-én tört ki a II. Világháború, pont kerek évforduló 70 évvel ezelőtt, és erre emlékezett meg a déli harangszobaráti kör, 75 év, rosszul számoltam. És egy előadást tartottuk az Erzsébet-ligeti színházban, nagyon jó előadás volt egyébként, egy fiatal történész hallgató tartotta, és leginkább nem áttekintést adott a II. Világháborúról, hanem egy-egy esemény bontott ki bővebben. Persze azért korlátai voltak az előadásnak időben, úgyhogy olyan nagyon-nagyon boncolgatni nem volt idő és lehetőség ezeket, de érdekes dolgokat lehetett hallani mindenképpen a II. Világháborúval kapcsolatban. Aztán, ami még újdonság lesz, és ez már inkább a jövő hét programja, ugye a szeptember 1-től egy teljesen új rendszer áll fel az óvodákban. Eddig volt egy úgynevezett idézőjelben önkéntes felajánlása a szülőknek, hogy mindenféle dolgokat bevittek az óvodába, amire azt gondolták, hogy szükség van ott. Tehát WC papírtól kezdve a szalvéta, a fogkrém, a mindenféle ilyesmi. És úgy gondoltuk, hogy az önkormányzat azért finanszírozza úgy az óvodáit, hogy erre a jövőben ne legyen szükség. És még májusban döntöttünk arról, hogy akkor ezt megszüntetjük. Bárki is szeretne behozni bármit, csak olyan dolgot hozzon be, ami neki pénzbe nem kerül. Tehát ha ő elmegy a vásárolni a boltba és vesz szalvétát, és ezt beviszi az óvodába, az nem jó. Ha neki van otthon felesleges... Ha van neki otthon felesleges firkapapírja, vagy bármi, azt nyilván beviheti, vagy hogyha akar valamit bevinni, akkor ami neki pénzbe nem kerül, azt viheti, de amiért ő pénzt adna, azt ne hozza, hisz az önkormányzat finanszírozza az óvodákat ebből a szempontból is. Például otthon termő gyümölcsöt vihet be? Otthon termő gyümölcsöt vihet be, de egyébként is ezt akartam mondani az elején, hogy van gyümölcsszállítás, és jövő hét 2-től minden nap fognak a gyerekek gyümölcsöt kapni minden óvodába. Lesz alma, ez az amaz, mindenféle idén gyümölcsök, úgyhogy nem kell aggódni, meg persze kicsit félreértelmezték a dolgot a szülők. Azt gondolták, hogy semmit nem lehet bevinni, nem erről van szó. Ami pénzbe nem kerül, azt nem szabad bevinni az óvodába, hisz miért adnának az ingyenes oktatási plusz pénzt? Úgyis ingyenesbe kerül. Persze nyilván az étkezés az nem, azért fizetni kell, de hát az is a 16. körödben viszonylag jó áron van az étkezés is. Úgyhogy nagyjából ezek voltak. Ha már az óvodánál tartunk, akkor a Hermina úti óvoda is megújult. Meg, arról lesz külön majd átadó ünnepség a Hermina utcai óvodán, majd akkor elmondom ezt, de sok minden megújult, ugye nyáron egy csomó intézményünket újítottuk fel, egyébként is kisebb-nagyobb felújítások voltak. Ugye most csak a legnagyobbakat emeltem ki, a Batthyány sulit, de a Center, például nem is mondtam még, mert annak is lesz külön átadója, a Center Állami Iskola, iskola udvara is, most már végre, nem is tudom, tizenvalahány éve már nagyon rossz állapotban van, most végre akkor új igazgatóhoz tényleg kérte, hogy legyen már ott rend, úgyhogy akkor azt összeszedtük magunkat, és akkor rendet vágtunk, szép térburkolatot csináltunk, meg a szép nagy fák mellett azért egy normális környezetet hoztunk létre, padokat raktunk, a lelátót is megcsináltuk szépen. Aztán lesz ott is majd egy újabb felújítás, mert nyertünk pályázatot műfüves pályaépítésére, csak az MLSZ azt jövőre hirdeti, tehát jövőre fogja majd valamikor kivitelezni az önkormányzat támogatásával. Az hét intézményben lesz, így a Centi suliba és a Mórába is lesz, meg még jó néhány épületben, ahol eddig nem volt. Hát folyamatos fejlesztések vannak. Vannak, meg hát tervezünk újabb dolgokat, ugye ez az iskolaudvar felújítási program, ezt idén indítottuk, jövőre folytatni szeretnénk, ugye orvosi rendőrt is újítottunk fel a nyári szünetbe, annak is lesz átadó ünnepsége, úgyhogy hát sok minden történt a nyáron, de most egyelőre szorítkozzunk itt az iskola kezdéshez kapcsolódó dolgokra. Nagyon szépen köszönöm, és kellemes hétvégét kívánunk. Kellemes hétvégét mindenkinek.